dübörgő motorhang, csikorgó gumik szabadjára eresztett lóerők és igazi fesztivál hangulat. Ez jellemezte a Drift Arena hétvégi rendezvényét, ugyanis az országos driftbajnokság második fordulójának adott otthont a Kalocsa-Fogtő úszót határában lévő reptér. A körülmények mondhatni ideálisak voltak a versenyhez, de a hőség nem könnyítette meg a pilóták feladatát. Kicsit lehetne hidegebb, úgyhogy annyira nem adott minden, mert így azért 66 fokba a kocsiba azért annyira nem kényelmes, már délbe elfárad az ember. Én a Pro 2-es kategóriában indulok, ez az országos bajnokságnak az egyik állomása, azt hiszem most idén 6 vagy 7 verseny lesz, és ebből 2 kalocsai megálló. Ez a 6. év, hogy versenyzem. Igazából minden rendben van. Amit kérdezte, hogy mi hiányzik, hát egy kis lóerő. Abból sosem elég. Fekete Márton elmondta, hogy az autója jelenlegi közel 300 lóerős teljesítménye elég ugyan a versenyzéshez, néha azonban el tudnak képzelni többet is. A jármű egyébként egy 4000 köbcentis V8-as motorral van felszerelve, és természetesen a drifthez szükséges egyedi futóművel van ellátva. Szintén a Pro 2-es kategóriában indult egy ifjú titán is, Orbán Zsombor, aki mindössze 15 évesen állt rajthoz. Igazából én mindig is nagyon szerettem az autókat, és érdekeltek, és szerintem egy olyan 5-6 éve kimentünk legelőször egy ilyen drift versenyre, és akkor én nekem nagyon-nagyon megtetszett ez az egész, és rá talán 2-3 évre elmentünk egy drift táborba, ugye ahhoz a csapathoz, amiben vagyok, és akkor vettünk egy autót, és elkezdtünk edzegetni. Először csak hobbi szinten, nem is gondoltam bele többe igazából, csak élvezni szerettük volna, kikapcsolódni, és talán 2 év után úgy gondoltuk, hogy megnézzük, hogy a többiekhez képest mit tudok. Úgyhogy ez most a 2. évem a bajnokságban, és igazából így kezdődött. Zsombor egyébként remekül szerepelt a hétvégén, kategóriája legjobbjaként zárt vasárnap délután. Legközelebb, szeptember első hétvégéjén lesz hasonló rendezvény a kalocsai pályán, így aki lemaradt, ősszel pótolhatja majd az élményt.